Megkezdődött az idei művésztelep Hévízen. A művelődési központ szervezésében már 5. alkalommal rendezik meg a programot. Az idei azonban egy kicsit más, mint a megszokott. A jelen helyzet sajnos nem tette lehetővé a határon túli művészek részvételét. Így csak hazai résztvevők alkotnak a táborban. Ami inspirál, az a múlt, a történelmi múlt mindenképp, ahol állunk, az főleg, és hát maga a víz. A víz az önmagában is egy gyönyörű és sokszínű dolog, és hát itt azért van egy csodaszép szimbólum, amit sosem tudok lefelejteni a munkáimról, ami nekem maga Hévíz, ez a virág, ami mindenhol ott van, meg hát a sok zöld, mert hogy itt gyönyörű parkok vannak, és nekem ez jut eszembe első körben Hévízről. Június 10-től 25-ig a Belvárosi és az Egregyi Múzeum környékén szép idő esetén séta közben is megtekinthetjük a művészeket alkotás közben. Az idén a címválasztás is sajátos volt. Hévíz határtalanul. Ennek mentén készítik a festményeket a művészek. Két apropója is van. Az egyik ugye Trianon, hiszen június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, és szerettünk volna egy kicsit erre is emlékeztetni mindenkit. Illetve hát a másik az sajnos az, hogy a határtalanul az most itt sajnos nem működik, hiszen hiába határtalanul, de azért a határok mégiscsak beleszóltak az életünkbe elég jelentősen az idén, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy ez ne így legyen, és ezért ez a címe ennek az idei alkotótelepnek. Az ország különböző pontjairól érkeztek a festészet iránt elkötelezettek. Akadnak budapesti alkotók, de Zala megyéből is többen ellátogattak a táborba. Összesen 14 művész vesz részt a rendezvényen. Az eddig elkészült alkotásokban sajátos egyéniségük, művészi stílusuk tükröződik. Az én művészetemre a töredék jellemző, tehát mindig a valóságnak egy kis töredékét próbálok meg ábrázolni, és ez úgy történik, hogy a kicsi dolgokat fölnagyítom, és belőle egy új képi kifejezés jön létre. És ez félig meddig elvont, meg valóság, tehát, és különösképpen az írásjeleket, ezeket is, mint egy képi struktúrát használom a munkáimon. Június 19-én az eddig elkészült alkotásokból rögtönzött tárlatot is bemutatnak a Belvárosi Múzeum előtti téren. Ekkor egy workshoppal is kedveskednek a szervezők az érdeklődőknek. Június 25-én pedig a záró kiállításon az összes alkotást megtekintetik a művészet kedvelők.